Akkor jó estét kívánok, Varga Bálint vagyok, mindenkit üdvözlök Eszékről, Horvátországból. Elég sok idő elmúlott, hogy nem tartottam már magyar konferenciát, ez azért, mert rengeteget utaztam. Volt, mikor egy hét alatt megjártam Zágrábot, Ljubljanát, két nap alatt az ezer kilométer, és még azon a héten lementem Macedóniába. Ott három nap alatt csináltunk hét előadást polgármestereknek, befektetőknek, és akkor visszautaztam. Úgyhogy 3000 kilométer volt azon a het héten is. <kül> úgyhogy e, ilyesmiket is csinálunk, persze nem minden héten, de e, igazán sokat dolgozunk, utazunk, és e, nagyon kevés idő van még, aki még szeretne venni magának részvényt. Itt az idő, még szerintem egy pár hónap lesz, és azt tudjuk, hogy a múlt hónap volt a rekord, még nagyon forgalom volt, mint a tavaly, azt hiszem, hogy szeptember-október volt a legnagyobb forgalom, úgyhogy nagyon sok részvényt a cég elad, nem sokára jön a 14. szakasz fázis, lesz -e 15, azt még most nem tudjuk, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Látjuk, hogy nagyon jó halad a projekt előre, sok aktív üzlettárs dolgozik az egész világon, Európába, Vietnámba, mindenhol oroszoknál is, afrikaiak is nagyon jó elindultak, úgyhogy jó megy, azt tudom mondani, hogy jó helyen vagyunk. Ezt persze már rengeteg üzletbe hallottunk. Én 1993 óta vagyok ilyen MLM üzletekbe, első üzletem 15 évig volt, utána változtattam néhány üzletet, és jó volt sokba sikeresek is voltunk, volt, ahol próbálkoztunk, nem jó működött, vagy mi nem tudtuk csinálni, vagy nem volt jó a cég. Volt, ahol kerestünk pénzt, volt, ahol elveszítettünk, volt, ahol termékkel dolgoztunk, mindenfajta pénzügyi üzletekkel, kipróbáltuk sokat. Most három éve, azt hiszem, hogy április 28-án volt három év, hogy a SkyWay tag vagyok és megvettem az első csomagot, mint többiek is. Vettünk egy kis csomagot. Utána megláttuk, hogy komoly az üzlet, akkor vettem egy nagyobb csomagot is. És mivel nagyon megtetszettek ezek a járművek, elmentünk Berlinbe. Ez szeptember 2016-ba volt megismerkedtünk a Skyway Capital vezetőséggel, Rod Hook-kal, aki miniszter, közlekedési miniszter volt a dél ausztráliában és láttuk, hogy ez igazán komoly, van nagy igényre, és sok ember fogja használni egyszer a világon. Most olvasom a Junitski riportját, unitski.com-on, hogy akár még 50% közlekedés is lehet Skyway egy nap múlva. Azaz egy nap múlva az lehet, hogy 10-15 év már nagyon sok millió kilométer képített Skyway szakasz is fog lenni. És az, ami érdekes, nagyon sokan aki megvette a részvényt, addig el fogja adni a részvényét, 1, 2, 5, 10 dollárért, és utána, amikor felmegy 30 vagy 50 dollárra, akkor sajnálni fogják, bár nagyon jó járunk, ugye, mert 1, 2, 3 centért veszük most, és ha eladjuk 2 vagy 5 dollárért, az szuper jó. De jön egy milliárdos, és mikor kimegy a Skyway a külső tőzsdére, akkor eladjuk neki 1-2 dollárért, ő megveszi, mikor 15-20 dollár lesz, ő eladja, és ő azért milliárdos, mert így csinálja. Mi meg azért nem vagyunk milliárdosak. Ez a matematika az egészben. Na, egy kis bemelegítés. Nekem itt van egy új prezentáció. Azok, akik először esetleg hallannak, vagy hallgatni fognak a Youtube-on, akkor el kell mondani, hogy mi is ez a Skyway projekt. Én most a mi szervezetünkben, a csoportunkban, ebbe a régióban, ahol dolgozunk, Macedónia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, egy kis Montenegro, Magyarország, Ausztria, itt van a legtöbb, csoportunk, persze vannak Pakisztánból is, meg Afrikából is vannak liderek, meg Ausztráliában, Kanada, mindenhol. Olyan 7700 fős a csoportunk, rajtam kívül még van három top expertem, expertünk, és azt hiszem, hogy 8 expert van a csoportunkban, meg van milyen 30-40 mester, azt nem is néztem. Na, de ez nem a lényeg. Csak azt akartam mondani, hogy aki akar üzletet építeni, az is még tud a SkyWay-el. Mikor el lesz adva ez a részvény, amit most finanszírozzuk, ezt a technológiát, az alaprészvény, <kül> Akkor lesznek célprojektek, bár most is már nagyon készítjük őket. Én különösen készítek egy Skopje városi célprojektet. Ezt remélem egy-két hét múlva be lesz mutatva Junickinak is Makedóniába, úgyhogy itt a közelbe is szerintem fogjuk képíteni, mert a Skopje-i a polgármester, mikor voltam vele megbeszélésen, azt mondta, hogy 50%-ot mindjárt ki tudják finanszírozni. A többi 50%-ot meg akár mi is, mint investitorok, ki tudjuk finanszírozni, és mehet az építkezés. A szkopjaiak, úgy, a makedonok úgy gondolkodnak hasonlóan, mint a Dubajba, Emirátusba, ők akarnak lenni az elsők Európába. Persze nincs nekik annyi pénzük, de megvan az esély nekik, és megvan a, 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 a jó, jó kedv, mondjuk, hogy nagyon sok szót a, nem, nem tudok, hirtelen a, nem jut eszembe magyarul, de remélem, hogy meg, meg fogjátok mindent érteni. A máskülönben annak időben 2000. 8, 2007-2008, akkor én foglalkoztam egy céggel, ami ilyen internetes mobil applikációt akartak csinálni, mobil kártyát, kártyát és ilyen, mint most a Viber meg a WhatsApp, vagy hasonló, akkor azt találták ki. És akkor volt szó, hogy Macedónia volt egy pilot projekt, és elfogadta Amerikától, hogy teszteljék az egész országba a leggyorsabb internetet. Már akkor volt neki ilyen 10-20 megabyte gyorsaság, és ö, akkor fel azt hiszem, hogy 60-70 megabyte gyorsaság internetet kaptak az Amerikától, és utána megmaradt neki. Úgyhogy ö, ők akarnak újdonságokat, most. Ö, meg kibékültek a Görögországgal is, és most akarnak Unióba is menni, és nagyon jó viszont. Úgyhogy remélem, hogy Macedóniában az első projekt is az a városi közlekedés 15 km, ami villamost akartak építeni, 130-150 millió euró. Én szerintem a Skyway lehet, hogy felénnyibe meg lesz nekik, és ez, ezt nagyon akarják, úgyhogy remélem, hogy megyünk Skopjeba Skyway Skyway járművekkel utazni. Nem sokára. Hogy működik ez a projekt? Kitalálta ki? ki? Unicki úr, akit többször már láttunk, Minszbe is, meg Berlinbe, most tavaly szeptemberbe egy különleges ember, aki 40 évig készítette ezt a projektet, 2014-ben kinyitotta a céget, 25 embert felvett, mint dolgozó, ma 600 magasrangú inzsinyerek, minden külön szakmával dolgozók, és még 800 ilyen össze-vissza specialisták, akik még dolgoznak. Inzsinyerek azok a mérnökök, most eszembe bejutott. Úgyhogy körülbelül 1400-1500 ember már dolgozik, Tíz év múlva azt jelentette ki a Junicki, hogy lesz neki 100 000 ember, 400-500 kiépített projekt, ami működik, és 4-5 millió kilométer hosszú. Na, ezt a tíz évet is sokan ki fogják bírni, persze, akinek előbb kell pénz, az el fogja adni a részvényt, vagy valamennyi részvény darabot. Mi a különleges közlekedés a Skyway-nál, miért mivel különbözik a többi közlekedéssel? A legelső az, hogy oszlopokra felépített sineket csinálnak, és ez egy olcsó megoldás. A másik 6,5 méter a városba, 6,5 métertől 15 méterig, attól függ, hogy hol kell mennyire magasra építeni. Jobb az, ha alacsony, de nem szabad, hogy elérje bármilyen jármű, ami lent az aszfalton megy. Így lehet a városba is nagyobb sebességet képíteni. A metro az nagyon jó megoldás, de nagyon drága. És itten, ha utazunk, akkor olyan, mintha repülnünk egy helikopterrel, és az egész várost meg, városon kívül úgy is lehet látni, és nagyon szép az utazás. Ha látjátok ezt a vizualizációt, amit most csináltak Dubajba, ez az új projektre, látszik, épp úgy megcsinálták, mintha igazán utaznánk és néznénk a várost. <kül> Második, nagyon kevés energiát használ, elektromos motorok, elektromos kerekek, abban van mindjárt a motor is. Nagyon jó az aer aerodinamika, az a, 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 nem tudom megmondani. Uh, mm, Oké, okay, menjünk tovább. <laughs> uh, most már hat szakaszt képítettek Marina Gorba. Légellenállás, köszönöm, Richard. Igen, ezt fel kell írnom, ezt, nem használom ezt a szót soha. <laughs> Úgyhogy 15-20 szor is jobb a légellenállás a autókkal, amik mennek lent, és van még legalább egy tíz nagyon jó dolog, ami különbözik a többi hasonló járművekkel. Ami legfontosabb, olcsó a fenntartás és olcsó a ki, ki, gyártás, kiépítés, és nagyon sokáig tart, 50 év garanciát adnak, és 100 évig lehet majd használni. Zöld energiával lesz képítve, azt is most uh, olvasom a Unitskit, amit uh, mondott, hogy uh, minden projektet szoláris uh, uh, ilyen napenergiával ellátott uh, paneleket, am amik gyártsák a villanyenergiát, és avval fognak közlekedni ezek a járművek. <kül> Körülbelül 380 millió dollár van befektetve a Ecotechno és ebbe a technológiába, és aki már volt ott, mi voltunk már kétszer, tavaly és tavaly előtt, és láttuk, hogy hogyan működnek, meg persze utaztunk is a Unibusszal, én vittem a családomat is, úgyhogy kipróbáltuk, milyen, milyen az utazás, Láttuk ezt a múzeumot, ami itt van képítve, és olyan 5000 ember minden évben megjelenik a parkba, Az idén is augusztusban lesz megint egy EcoFest. Aki még nem volt, vagy az, aki volt is, meglássa, hogy hogy fejlődik a technológia, menjen el, és nagyon érdekes lesz az egész. Most a napokban nagyon jól folynak a építkezések, és építik ezt a ilyen trópikus verzió, ahol lehet ilyen 35, meg 50 tonna tehert és vinni rajtuk, közlekedni vele, és itten fogják tesztelni, úgyhogy utána Dubáiba, Emirátusokba, ahol kell, akkor csak átviszik a technológiát, és ott is lehet mindjárt közlekedni. Tesztelték napokba az új Unicart, ez egy új típusú unikár, ami most Dubajéba fognak közlekedni. Ez van egy ilyen négyüléses, kétüléses, az a VIP Unicart, akkor 18 üléses, ez azt hiszem, hogy hat üléses lesz. Uh, Unicar valahogy az lett legjobban elfogadva. Tetszik a design is, és tetszik, hogy a, milyen könnyű beülni, ki, kiszállni, és nagyon jó, jó tetszik mindenkinek a ezeknek, akik megrendelték a projekteket. Látszik, hogy Marina Gorkába nagyon építkeznek most, úgyhogy a EcoFesztre augusztus közepén vagy elején, nem tudjuk mi pontosan, majd megmondják most, azt hiszem a következő egy-két hét múlva. A gyár az Minzbe van. Ez az első gyár, ez a nagy épület. itten még nincs sorozatgyártás, de mögötte, ami van, már indul szeptember elején a sorozatgyártás. <kül> Nagyon sokan akik eleinte befektettek, ők nagyobb diszkontot kaptak, és sokkal több akciót vagy részvényt kaptak a befektetett pénzükkel, pénzükből, de most ők már várnak 3-4-5 évet is, de most aki befektet, az már lássa, hogy ez a technológia kiépült. Nagyon sok járműnek már megvan az engedélye, a városi közlekedése is, meg hogy utas szállító legyen, ez nagyon fontos. Az nélkül, ha az nem lett volna, akkor nem tudtuk volna tavaly utazni, mert tavaly előtt azért nem vittek nem bennünket. Úgyhogy most már annyira előre ment, hogy a rizikó már minimum. Most lehet mondani, hogy nincs is riziko technológiával, mert már építkeznek is a sorozatgyártás, hanem csak időriziko. Hogy egy évet vagy két évet kell várni, vagy öt évet, hogy el tudjuk adni a mi részvényünket, úgyhogy ez most már időre van csak kötve. Így működik a gyártás. Öt járművet tudnak havonta legyártani ebbe a gyárba, és most már épít, építik a, nagyon, a legnagyobb Unispeed-et, ami 300 utast fog vinni, ez még a Unicar, ami 18-as. A Unicart minz belefényképeztem, ilyen két méterről is. A Dubajba már, mivel aláírtak a szerződést, a memorandumot, a RTA-val, az a minisztérium, közlekedési minisztérium Dubajba, akkor már szabadott rátenni ezt a jelt. Máskülönben tudjátok, hogy kb. egy hónapja voltam Dubajba, és ott a minden taxin, minden buszon rajta van ez a RTA. És most a új elektromos bicikliken is rajta van. Ez a VIP Unicar a belseje. Van egy két kis ülés, ahol a stewardesszák ülnek, és a két nagy ülés, ahol a sejkek ülnek bent, azok, akik legkomutosabban szeretnek majd utazni. Az én fiaimnak legjobban tetszett a Univint, bár ő még nincs, ez nincs sorozat gyártásra engedély neki, de egy nagyon szimpatikus jármű, ami 150 km sebességgel mehet, akár városi, akár városon kívül is, és lehet sakkozni, mert ketten egy, egy néznek, úgy ülnek bent, és nagyon szép, kényelmes, ilyen egy-két óra hossza utazásra nagyon szuper. A Unibike, amit megmutattak több kiállításon, Berlinbe is, meg már Dubaiba is elvitték, két üléses, ez a sportos fajta, ahol lehet tekerni a pedált, mint a szoba biciklit, úgyhogy ilyen, ilyen, megoldás is van. Minden járműnek megvan a saját kommunikáció rendszer, biztonsági rendszer, nem tudnak összeütközni, saját akkumulátorja, GPS pozíció, minden pillanatban a kontroll tudják, hogy hol van, milyen sebességgel megy, még azt mondták, hogy azt is fogják követni, hogy milyen egészségbe vagyunk. Így, mint én, aki mindig kicsit köhögél, <coughs> akkor azt hisznék, hogy beteg vagyok. Így fog kinézni majd a, a kontrollszoba. Azok, akik rendelnek egy ilyen projektet, akár egy város, akkor el kell küldeni egy csoportot, Dubajba, Sárgyába, ottan betanítsák őket, megtanítsák, mi hogyan kell vezetni a projektet, és ők a sofőrek. Azért, mert ezekben a járművekben teljesen automata a közlekedés, és egy ilyen szobába fogják követni az egészet. A Junicki tavaly bemutatta az új Juni buszt, ami 500 km sebességre fog majd kérni engedélyt, és 600 km-rel tud menni ez a jármű. Az idén most, mikor az idén, mikor kész lesz most ez az első szakasz június közepén, a sárgyába, akkor a, ezt a júnibuszt oda átviszik, és ott fogják tesztelni. Ilyen 6-7 hónapig még megkapja az egész engedét. Úgyhogy mennek majd 100 km, 150, 300, 350, és akkor 500 km maximum. Annyit fognak kérni, nem kérnek többet, és a közlekedés ilyen 450 km sebességgel fog majd utazni. A belsejegye is nagyon szép, Berlinben a kiállításon meg tudtuk nézni, kívülről, belülről, és mondhatom, hogy legtöbb néző volt a Skyway standon, és mi utolsó nap voltunk ottan, de akkor is olyan nagy volt a tömeg, hogy ott kellett lenni egy-két óra hosszát, hogy sorra kerüljünk, hogy be tudjunk menni, lefényképezzünk, csinálni jó fotót. minden, ami egy modern embernek kell a közlekedésen, egy tablet, internet, és ott fogja majd nézni a tévét, vagy, a, vagy valamilyen filmet, vagy követi, hogy merre mennek, de nem sokáig. Ha két, két, két órát utaz, már ezer kilométer, és én azt szoktam mondani az előadásokon, hogy olyan 2000 kilométerig, gyorsabb, mint a repülő. Ha számítsuk, hogy mennyi idő kell a számítsuk, hogy mennyi idő kell még bemegyünk a repülőbe, még átmenjünk a kontrollt, mindent, 2000 km a Skyway gyorsabban fogunk oda menni, odaérni. Itt néz ki a kerék, itt van a villanymotor és a fék mind egybe van, legkevesebb energiát használ, nem megy el az energia, nincs a sebességváltó kuplung, meg mit tudom én, ilyen kösszeköttetések, és ez véget nagyon keves energiát fogyaszt. Körülbelül egy ilyen járművek annyit fogyasztanak, mintha egy liter benzint 100 kilométerre átlagban. És ma olyan autók még nincsenek. Lehetne, de még nem gyártanak. sinek is különlegesek, acél feje van neki, a sine teste 250 acél vesszővel van összekötve, és gumi és beton keverékkel, hogy ne legyen hangos, mikor ilyen nagy gyors sebességgel mennek. Kettő cső van, Egyikben az internet, a másikba meg a villanyáram, összeköttetés. Úgyhogy ezek a járművek a másmilyen sinnen, ami ilyen hagyományos sineken nem tudnak menni. És ezért a SkyWay lesz egy különleges, mert saját sineket is épít, saját ö, ö, jármű, min, minden teljesen új. Teljesen egy új technológia. Ezek a járművek, amik már készek, meg le vannak gyártva, tesztelve, sokan már, sok már megkapta az engedélyt, valamelyik még a Univin, meg a Unispeed, ők még nem kapták meg az engedélyt, és a Unicont, amit legalább van, azt most fogják nem sokára bemutatni. A Unispeed a 300-as arabok megrendelték, és az idén el kell, hogy készüljön ezt alig várjuk. Ha tavaly a juni busz volt a szenzáció, akkor az idén ez lesz a járműveknél a szenzáció. 500 km per óra. Lássuk, hogy a tájkép marad tiszta. Minden, semmi hulladék nincs neki, teljesen 100% villanyármal közlekedik. A forduló állomások így fognak kinézni, akkor egy állomás, amit most Sárgyaba építik, alapok voltak sajnos, most mikor ott voltam, csak azt tudtam lefényképezni, de júniusban már aki kimegy, akkor így, így fog kinézni a villamos. Villanárma. A a ö, buszá, ö, állomások. <laughs> hát jó mondom, buszállomások. Ez is egy fajta állomás, már most Dubajba ilyeneket fogják építeni, és ezt mutattam be a szkopjai polgármesternek is, nagyon örült neki, mert azóta a legnagyobb gond, hogy hova építik majd ezeket a rengeteg állomásokat. Mikor megmondtam, hogy ilyen 4-5 négyzetméteren ki lehet építeni, egyszerűen hihetetlen, mert nem találkoztak még ilyen technológiával, de nagyon-nagyon tetszett nekik. Akkor megvannak ezek a... A Skyway-nak van egy ilyen különleges projekt, amit a tengeri kikötőket le tudja terhelni, és akár száz hajó egyszerre, és lehet odakötni, és 17 óra alatt a Unicont segítségével ki tudják üríteni a hajót, és ugyanúgy fel is tölteni. Ez egy óriási megtakarítás lesz, mert tudjuk, hogy ilyen nagy tenger e, hajók e, minden nap rengeteg több ezer dollárt fizetnek, hogy ott lehessenek. Bár nagyon jó volna, ha oda jönne, és két nap múlva menne tovább. És ezt szerintem a Skyway meg, meg fogja oldani. Már most sárgyába, a, a, az is ugye Dubai észak részén van, ottan majd e, építik már ezt a kikötőket mert tudjuk, hogy a Sárgyában 200 innovációs központ lesz, minden világ cégnek ott lesz a központja, innovációs cégeknek, úgyhogy a unicorn fog dolgozni minden nap. Na ez horvátul van, a kiépítés a Skyway kétszer olcsóbb, mint a kamion közlekedés, négyszer, mint a kamion, és kétszer, mint a vonat közlekedés. A metrótól olyan 6-8-szor olcsóbb, és az a gyors, mágneses gyors vonatoktól 10-12-szer is olcsóbb. Ekológia is a Skyway részén van. A fenntartás is sokkal olcsóbb, mert nem használnak dizelt, vagy rengeteg villanyármat, és a biztonság is legjobb a skyway -nál. Ezt azért szeretem megmutatni, mert mikor bemutassuk a technológiát, akkor az emberek mindig, akik hallgatnak, azt hiszik, hogy ez új, és ez a legdrágább, mert mindig úgy van. Jön egy új mobil, az a, mindig a legdrágább, az új autó is, minden évben, minden, e, mindkor kijön egy új e, típusú, akkor drágább, mint a régi típusú. <laughs> Valamikor a Renault Clio 9000 euró volt, most meg már 15000 euróért is árulják. <laughs> 17 világ kiállításon voltak a Skyway, az Minsk, Berlin, Moszkva, e, Dubai. Indonézia, India az egész világon voltak, mi is voltunk a Berlinben volt a második kiállítás, ugye tavaly szeptemberbe. Több országból jöttünk, a mi csoportunkban 80 ember volt. Németország, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Ausztria mindenhonnan jöttek. Uh, ma találtam az információt, hogyha utazunk repülővel, ilyen uh, Atlas újságba már meg lehet látni a Skyway reklámot. Ez az Atlas, ez egy uh, ilyen szervezi a utazásokat, repülőutazásokat, nyaralásokat. <kül> Úgyhogy itt már benne van a reklám utazatok Dubaiba, mert nem sokára lehet ilyen Skyway uh, unikárokkal uh, majd utazni. Mikor mentünk Minskbe, akkor is a repülőbe uh, fényképeztük ezt az újságot, ami a repülőbe szoktak osztogatni, a Ecofestről, úgyhogy lehet, lehet uh, látni már, hogy a, az egész világ lassan megtudja és reklámozzák ezt a technológiát. Na menjünk kicsit a projektokra, hogyan halad a Skyway. A Hussein Almah Modi, ez az igazgató, aki vezeti a sárgyát. A sárgyát 175 km négyzetméter, talán jó mondom, Uh, rengeteg homok van, én hoztam fél liter homokot, itt van az asztalon, Beszoktam is, meg szoktam mutatni is az előadásokon. <kül> és uh, itten építi a Skyway. Látjuk, hogy itt van a tenger is, és a tengertől a sárgyára fogják a Unicontal majd vinni a, 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 ezek a cégeknek, akik rendelik hajóval oda és a Unicontal sárgyára, nem kamionokkal. Az első fázisban úgy tervezték, hogy 25 km szakasz fognak képíteni, ez teszt, tesztelésre, de már használat a városi közlekedésre is lesz. Különböző Szakaszok lesznek. A második fázisba itt nem írja, de kezdik építeni már a teher szállítást is, és még 60 km, ahol 500 km sebességgel lehet menni. A, ez még az idén épül, és év végére tervezték. Most, hogy elindul-e az idén, vagy január-február-jövőre. A harmadik fázis még 60 km, az a Abu Dhabi felé megy, 1250 km sebessége. Azon kívül innovációs központ és az akadémia, ahol betanítsák az embereket, akik fogják vezetni a városi közlekedést. Mi a déli részen voltunk, 57 km volt a sárgyáig, béreltünk egy buszt, és tízen elmentünk és meglátogattuk ezt a közlekedési központot, amit építenek. Ez az egy hónapja voltunk ottan, mint szlovénok voltak, meg akkor hívtak, hogy én is menjek velük úgyhogy lefényképeztük, de ezen, ez már ugye egy hónapi kép, azon kívül most már vannak újabb képek. Látszik egy nagy épület ott messze, itten ezek a, az alapok, és itt a jobb részén, itt, itten kezdik építeni a szakasz, de másik képen már jobban fog látszani. Aki engem hallgat most már lassan három éve, akkor tudja, hogy mindig a vizualizációkat szerettem mutatni, és utána akkor a reális képeket. Ez már reális kép, és lehet látni, hogy építik ezeket az oszlopokat, és azt mondta a Junicki úr, hogy júniusban lehet szabad lesz utazni, mi akkor októberba tervezünk akkor kimenni, egy csoportosan, most már 80-an vagyunk, akik akarunk, menni, és majd június után, mikor elindul a utazás, akkor majd megszervezzük előre, de ilyen 350-400 euró a oda-vissza út, hotelok nem drágák, <kül> már 40 euró reggelivel luxus, négy csillagos hotel, szállodák, ahol mi is voltunk, 50 euró reggeli vacsorával lehet, <kül> úgyhogy nem olyan borzasztó drága. Egy olyan 800 ezer euróba belekerül, még lehet szuvenírt is venni egy személynek. A van Budapestről is, meg van Zágrából is direkt repülő Dubaiba. A hat és fél óra hosszát kell utazni. Itt is látszik, hogy építkeznek, télen, nyáron, nyáron többet fognak éjjel építkezni. Ott a Sárgyában minden harmadik épület eh, épül. Rengeteget építkeznek, ilyen nagy építkezést én még nem láttam. A, Bár vannak már városrészek, ahol ilyen 8-10, magas 20-25 emeletes épület van, és laknak az emberek, látszik, de rengeteg homok van még, eh, és <kül> Van, van hol mit építkezni. Én szerintem júniusban ez már nem kell ezt a vizualizációt mutatni, mert ezek a ö, épületek és a, ez a szakasz már meg lesz épülve. Mesélte a Junicki, hogy milyen nehézségek voltak, azért is ö, két hónappal később lett, lesz kész, nem ugye áprilisban, hanem ö, júniusban. De meg lesz. És utána lesz nekik több tapasztalat, és indulnak tovább is. Ez a Unicont, ami 35 meg 50 tonna tehert is tud vinni magával, <kül> és ami nekem különösen tetszik, hogy a napelemek már az elsőbe, és mondta a Unicki a második projektbe is, fognak épülni. Azt is kell tudni, aki még nem hallotta, hogy Dubai 5000 megawatt napelem eh, 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 le, ilyen egész eh, hogy mondják azt, hogy épületeket fog építeni. Már, már folyik az, az építkezés, mert ők 100% át akarnak menni a eh, ilyen tiszta energiára. Bár érdekes, hogy az olajat, a, olajat ott árulják nekünk is. Igen, Napellen park, köszönöm, Magdolna. Ez a Dubai-nak a ö, elnöke, ott van a Fia, és ez volt egy ilyen kiállítás, ahol belet mutatva sok technológia tehát mindig lehet látni. <coughs> Junicki úr tárgyal a RTA vezetéssel, ez a közlekedési minisztérium, akivel megkötötték a fő szerződést, a memorandumot, az azt jelenti, hogy a következő projekteket csak alá kell írni, és mehet az építkezés. Ott náluk ez egyszerűbb megy. <coughs> Mater Altair, ez a RTA-nak a fő igazgatója, és a Pavel Skolbeda, aki a Skyway Green Tech igazgató, ez a leányvállalat a Skyway-nak, ottan emirátusba, és ez a hivatalos weboldal a RTA-nak. 19% jövedelmet ide szántak, és az olyan 25 milliárd dollár, ami az idén el fogják költeni, hogy 2030-ig képítsenek minimum 25% autonómiai közlekedés sofőr nélkül. Mi nagyon örülünk ennek, mert mi ugyaneztet, csak ezt a technológiát kínálunk az egész világnak. És ami még jó, hogy zöld energiával lesz képítve az egész. Dubai Skypod uh, Vehicles ilyen brendel fog elindulni, a Unicar, UniBike. Épp tegnap Szabadkán tartottam egy kis előadást. Azon csodálkozott egy új befektető, hogy miért csak négy ülés, hogy hogyan fognak ezt majd közlekedni az emberek. Mindjárt megmondom a választ erre is. De megyünk tovább. A Twitter oldalon is az RTL reklámozza a Skyway-t. Odaírta a Hamdan bin Mohamed, hogy a Dubai 10 évvel előbbre akarnak menni, mint a bármelyik másik város a világon, és első város legyen a legmodernebb város a világon nagyon szorgalmasan dolgoznak ezek. Itt a kis képeken lehet látni, hogy a, a Dubai Dubai elnöke, mondjam úgy, az, az ül bele ezekbe a járművekbe. Nem kell elfelejteni a projektet, ami Abu Dhabiba is, 1,5 milliárd dolláros, ami ilyen műszigetekre építik a, ezeket a e, nagy épületeket, ahol lakások lesznek, és egyetlen technológia Skyway-nak van a világon, ami összeköti ezeket az e, épületeket. <kül> Ezek a okos városok, ahol minden zöld, tiszta energiával, ide benzin, dizel, motoros nem mehet be, Semmi, csak elektromos motor vagy valamilyen más forrási. Nagyon szép házak lesznek, itt is a napelemek a háztetőn, és nagyon sokan ilyen helyen akarnak lakni, nem olyan zsúfolt, ahol rossz a levegő városokban. <kül> Azt is már tudjuk, hogy van egy projekt, ami a tengeren fogja összekötni a Budábit és Dubait. Ez egy ilyen 15-20 perc utazás lesz. Ha gyors autóval megyünk, akkor az egy jó óra hossza kell autópályán. De ha van valami baj az autópályán, vagy összeütközés, akkor természetesen megáll az egész azért a Skyway lesz egy nagyon jó megoldás összekötni ezt a két várost. A Junicki azt mondta, hogy több tíz célprojekt van Emirátusokban, több ezer kilométer, több mint 10 milliárd dollár, most olvasom, amit mondott a Junicki, a városi, városon kívüli és teher eh, szakasz, Emirátus, Szaúd-Arábiába, Egyiptomba, és még valamelyik eh, ország itten közelbe. <kül> eh, amit mondottam utolsó interjúban, hogy itt a 30 milliárd dolláros csak Emirátusokba, amit már eh, írják alá, vagy megbeszélések van, azért a Unitski úr mind, legtöbbnyi legtöbb részben ott van a emirátusokban. <kül> a Oroszországban is van az a, ez a nagy célprojekt, Szent Petersburg, Moszkva, Jekaterinburg, Vladivostok, 8462 km. Ez, erről már beszéltünk, hogy a, a orosz bankok ezt szeretnék kifinanszírozni 70%-kal, és a 30% természetesen a skyway lesz. Ez egy óriási projekt lesz, és ha ez megvalósul, akkor ez lesz a leghosszabb projekt a világon. Rengeteg célprojekt van. Mi most készítünk majd egy brazili projektet is, két is fél milliárd dolláros megvan már a befektető, aki ezt ki akarja építeni, összekötni több várost, és a rengeteg európai, a Peru, Argentina, ők már többször voltak, ne sorolja mindig, de rengeteg, olyan 400-450 projektről már lehet beszélni, amit elküldtek Minskbe, és ami már ott van az asztalon, az asztalra már nem fér, de biztos egy nagy irodában benne van. Vannak itt a nagyon komoly projektek is, ami már az idén elindulnak, meg jövőre, hogy lehet beszélni sok célprojektul. A Skyway Capital bemutatta az idén ezt a Genti, belgiumi projektet is, akkor a San Bernardinoi projekt, ami összeköti a két uh, uh, ilyen ski uh, sielő centrumot, és uh, ez is lesz majd uh, kiépítve. Ezt most uh, elkezdtük már finanszírozni, úgyhogy uh, lehet már ebbe a projektbe is befektetni. És ami nagyon jó meglepetés volt a héten, az új projekt Dubaiba, Megcsinálták a vizualizációt, összekötti a legfontosabb Dubai International Financial Központot, a városközpontot, 21 állomás lesz, és 8400 utas egy órába tud közlekedni oda-vissza. Úgyhogy ez lehet mondani, 16.800 ember fog utazni minden órába. Ott rengeteg a taxi, mondtam már többször, Dubaiba legalább 1 millió taxi, az biztos van, mert mikor a ilyen nagy bevásárló központból megyünk ki, akkor 8 sába jönnek a taxi, ott van több, 20-30-50 ember, nem tudom, aki ezt szervezi, hogy bemenjünk a taxiba, hogy minél gyorsabban menjenek ki. Ez egy folyó, taxi folyó, jönnek ki, és utaznak az emberek. Nem drágák a taxik, ilyen 9-10-15 eurót szoktunk fizetni, 10-20 percig, amit utaztunk. Na, menjünk kicsit a pénzügyi részre is. Most bemutattuk a projektet, bemutattuk a célprojektet, látjuk, hogy két projekt épül, ez az első, ez már az első fázis készes Jóniuszba, a második fázis az év végén, és a jövőre a harmadik fázis. Ez a 15 km Dubaiba, ez most nem sokára kezdik építeni, úgyhogy lehet, hogy de, de, októberben, ha megyünk, akkor már lehet, hogy a városba is fogunk utazni. Akkor nem mint taxival megyünk, skyway -el. <hör> Azok az emberek, akik az első fázisba befektettek, 0,004 dollárt fizettek egy részvényért, tizedik fázisban már 1 cent volt, most már 3,4 cent, és az idén a 15. fázisban már 5 cent lesz. Szóval, ha a tizedik fázisban megvettük, most már 500% nyereségünk van a részvényben. Ez nem hivatalos kép, de kiszámolták, és pontosan megmutatja, hogy milyen értékű a részvény. A skyway a Vladimir Maslow bemutatta, hogy az idén már lehet, hogy lesz a visszaváltás. Elsőbség lesz azoknak, aki 60 meg 70 évesek, ők már vissza váltani. Na, akkor lehet mondani, hogy 5 centér már vissza lehet váltani, akivel meg van elégedve, visszatudja váltani pontosan akkor lesz a visszaváltás, mikor a Skyway token kimegy a tőzsdére. Akkor indul ez a visszaváltás. Erről is még beszélek, majd később. A tőzsdére egy dollárral mennek ki, szóval minden részvény egy dollár lesz. Na most, aki nem akarja megvárni a tőzsdét, akkor ő 5-10 centért vissza tudja el tudja adni vissza a Skyway-nak. Ezt a Skyway, ahogy most keresi a pénzt a célprojektekből, saját magára visz, meg annak visszaveszi. Minél többet vissza szeretne vásárolni, de vannak nagy befektetők, akik, akik akarnak még venni részvényt tőlünk, mielőtt kimegy a tőzsdére. Ez olyan befektetőről beszélünk, akik több százmillió millió dollárt akarnak befektetni. Úgyhogy nekik van pénzük, ott van el van készítve, csak várják a legjobb pillanatot. A projekt finanszírozás az úgy megy, hogy a elsőtől 15 szakaszig működik, 15 szakaszba el van osztva, mi azt hiszem, hogy a hetedik szakaszba léptünk be három évvel ezelőtt, és minden szakaszba valamit el van készítve. Megvan egy weboldal, meg van most egy új videó, ami most igaz oroszul van, de egy hét alatt meg lesz, lehet, hogy magyarul is, de lesznek majd több nyelven is. Úgyhogy ott el van magyarázva pontosan, hogy mit. Na most, nekünk az a fontos, hogy a, azóta a legelső terv, mikor 15. szakasz kész, akkor mennek ki a tőzsdére, és akkor kezdik majd ez az egyik feltétel, ugye? 15. szakasz kész, az az egyik feltétel, hogy kimenjenek a tőzsdére, és 15. szakasz után kezdik aláírni a célprojekteket. És ha jól emlékszek, már a 10 vagy a 9. szakaszban már aláírták az első három projektet. Úgyhogy sok mindent már előre csináltak. A crowd investíció úgy működik, hogy a investor befektet a, a pénzt, nem kell neki gondolkodni, hogy lesz a megoldás, és egy idő elmúlik, és akkor megkapja osztalékot, vagy a, eladja a részvét. A webbirodalmában nem lehet részvényeket cserélni tokenekre. Lehetségeket megkaptuk, és nem működik. Mi az oka? Hát ezt nem tudom, ez technikai problém. Ezt meg kell kérdezni a szuportot. Én nem is uh, néztem mostanába, én uh, beváltottam még tavaly, de nem tudom, hogy jót csináltam, mert úgyhogy nem tudok itt nagyon ajánlást adni. Most biztos, hogy nem érdemes beváltani, mert szerintem a részvény az többet ér. Mert most. Uh, ha 100 ezer részvénybe váltok, kapok 2000 token, és azért fizettek majdnem 3000 dollárt. A token kijön, a, a token elindí, elindítsák árulni, akkor 1000 dollárért kapok 2000 tokent. Itt meg a 3000 részvényért, úgyhogy most, most nem érdemes szerintem. Ha az arabok nem, még nem vásárolják, még a Unitski nem adja nekik, mert megvan a, ez a terv, és ezt nem akarja se a Sfix, se a Skyway Capital, hogy mások megvásárolják. Úgyhogy az idén el lesz adva, az, az biztos, úgyhogy megy ez így, ahogy kitervezték. <kül> Majd megkérdezzük a, ezt a, a token változást. Mondanak itt -e még, mielőtt elmegyünk az investícióra, olyan, hogy aha, így megy. Oké. Okay. mi investorok a Skyway Capital keresztül investáljuk a pénzünket, a GTI, a anyacég, az adja ki a részvényt, ugye itt vannak a holding 1, 2, 3, és 133 milliárd részvény van kiadva, és annak az fog majd kimenni a tőzsdére. Ennek a 133 milliárdnak a 49%-ot adták el a kis befektetőknek. A Getty a pénzt a technológiára, a gyártásra és a promócióra használja, és így lett meg a, a Skyway. Visszamegyünk kicsit ide. Akartam mondani egy pár szót az osztalékra, hogy ez teljesen világos legyen. A Skyway, a Junicki azt mondta, hogy a 20% netto haszon az lesz kiosztva osztalékra. Ha például valakinek van 100 ezer részvénye, és az idén 2019-ben 10 milliárd dollár lesz a forgalom, akkor jövőre, májusban 160 dollár lesz az osztaléka. Ha 20 milliárdja lesz, akkor ilyen 300-320 dollár lesz, ha 30 milliárd dollár lesz az idén a forgalom, akkor 500 dollár lesz, és ha 60 milliárd lesz a forgalom, akkor olyan 950 ezer dollár lesz a osztalék. Szóval nem ígérnek valami fix osztalékot, mert ez nem Ponzi piramis játék, hanem amennyi forgalom lesz nekik, annyi osztalékot tudnak kifizetni. Később a 100 ezer részvényre mondtam a példát. ha egy millió részvény van valakinek, akkor 10 több lesz az osztaléka. Osztalékot egyszer fizetnek évente, és ez körülbelül májusba várható. Szóval az osztalék attól függ, hogy mennyi lesz még. Most tudják, ez a két projekt van, lehet, hogy lesz még 10 projekt, az már lehet, hogy lesz 10-15 milliárd dollár is. Úgyhogy de a legnagyobb osztalék lesz majd egy pár év múlva. Körülbelül 3-4 év múlva a célprojektek ki lesznek fizetve, és akkor az eladott jegyekre arra fogják fizetni majd az osztalékot. Úgyhogy hosszú távon én szerintem nem szabad eladni az összes részvényt, mert ez mindenkinek egy nyugdíj, utána gyerekek, unokáknak lehet átadni örökölhető, és e, szerintem akinek most Google vagy Amazon vagy mit tudom én Alibaba részvénye van, az biztos, hogy nem adja el. Az csak akkor adja el, hogyha annyira nagyon sürgős neki a, 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 eladása. Itt vannak a csomagok, ezt nagyon gyorsan átmegyek, mert mindenkinek a webirodában benne van. 1000 dollárért 37 ezer részvényt kapunk a Zinotransba, ha megveszük másodszor, harmadszor, akkor 46 vagy 55 ezer részvénye lesz, amennyi 55 ezer dollár lesz első nap a tőzsdén. <kül> Vannak gyerekcsomagok, a, 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 aki nem 18 éves, be tudjuk hozzánk regisztrálni és havi részlet 65 vagy 150 dollár, bármennyi csomagot, bármelyiket meg tudjuk venni. 22 ezer vagy 53 ezer részvény. Prémium csomagok 25 ezer dollártól 1 millió 450, 50 ezer, 100 ezer, 150 ezer dollárért 9 millió 750 ezer részvényt lehet kapni. Vagy a havi részletre, 10 hónapra 500 dollár, 235 ezer részvény, 1000 dollár, 2500-5000 dollár. A legkisebb csomagok 25 dollár havi részlet, ki lehet fizetni természetesen mindegyiket egyszerre is. 10 hónapra 250 dollár és 7000 részvény. 50 dollár havi részletre 15.500-ot kapunk, 100 dollár 35.000, és 200 dollár 78.000. Itten van egy olyan opció, ha az első két részletet egyszerre kifizessük, akkor kapunk még a business csomagba 2000-et, a stabilba 1000-et, a seniorba 750-et, és a startba 500 részvényt. Uh, Táblázatba azok, akik nem fizettek időbe, akkor visszajött a részvény számlára a pénz. Egyszer, ha írunk a csedbe, vissza tudják adni a csomagot, csak ki kell fizetni a maradékot, meg az új részletet, de másodszor már nem. Ha másodszor se nem fizettünk időbe, akkor azt a pénzt csak itt a táblázatban tudjuk elhasználni. 1000 dollárért kapunk itt is 37 ezeret, de 50 dollárért csak 1100 részvényt. A Skyway a londoni és a Tokió tőzsdére fog majd kimenni. A Maslow úr azt mondta, hogy 2019-től 2021-ig a terv, ez a terv, szóval nem ígérnek, nem adnak dátumot, mert az nem is volna komoly. Egyik feltétel, hogy a 15. szakasz ki legyen finanszírozva, második, hogy a technológia meglegyen, már meglegyenek a patentok, az engedélyek, és hogy legyen valamennyi kiépített célprojekt. <kül> Na, ez az idén már lesz kettő, Jövőre lehet, hogy lesz 10, lehet, hogy 15, úgyhogy jövőre reálisan ki tudnak menni a tőzsdére, de van még egy dolog, amit minél később mennek ki a tőzsdére, annál erősebbek lesznek, és annál stabilabb lesz a cég. A komoly befektetők, vagy befektető csoportok olyan cégbe, ilyen innovációs cégekbe olyanba fektetnek be, akik már a saját lábukon állnak. Szóval, hogy vannak nekik kiépített célprojektek, ha van egy 10-15 kiépített célprojekt, akkor az több millió dollárokkal mennek be, és amit mink el akarunk adni, azt ők egyszerűen átveszik tőlünk egy-két dollárért, és akkor nem esik le a zára. Ha ma kimenne a cég, akkor lehet, hogy olyan három és fél cent lenne az ára. Ha jönne valamilyen pozitív nagy befektető, lehet, hogy felemelni 5-8 centre, de azért ma nem menne ki a tőzsdére. Ha 2021-ben kimennek a tőzsdére, akkor az már nagyon stabil lesz. De lehet, hogy jövőre is, azt most pillanatilag nem tudjuk. Jövő év végén lehet, hogy már nagyon gondolkodnak erről, hogy kimenjenek a tőzsdére is. Van még egy dolog, ami kivéheti őket a tőzsdére, ha kell nekik még pénz, és ők el akarnak adni valamennyi mennyiségű részvényt gyorsan, akkor lehet, hogy lehet, hogy jövőre ez véget is ki tudnak menni a tőzsdére. <tosz> A Skyway token azt ígérik, hogy most nem sokára kezdik árulni, egy milliárd token lesz fél dollárért, és ezzel fogják finanszírozni ezeket a célprojekteket, a napelemeket, a különböző épületeket, blockchain platforma és a zöld, ez a humusz gyártás és a sivatagba akarják ezt a humus 15%-ot lerakni, öntözni, és hogy legyen termőföld. Nagyon sok projektről lemaradtunk, mert nem ismertük őket, nem hallottuk. Nem ismertük a Jackmart, mikor 100 dollárért 1 millió részvényt árult volna, de ha most viccet tudnánk menni, valamilyen Super Skyway uh, Unicarral egy 15 évre vissza a múltba, akkor biztos, hogy mindenki vinne pár ezer dollárt, és vennék 100 dollárért 1 millió részvényt, ami most 160 millió dollár. Vagy a Amazon mikor indult, most meg 2500 dollár egy részvény. A Skyway lehet, hogy nem lesz soha 2500 dollár, de én úgy gondolom, hogy egy 10 év múlva ilyen 15-20, lehet, hogy 50 dollár is lesz. De ha egy dollár is lesz, akkor is mi nagyon jól jártunk. Úgyhogy eh, kell egy kis türelem. Nekünk csak az kell most. Azok, akik dolgoznak, akik építik az üzletet, azok keresnek a jutalékból is. Úgyhogy még ez a 14 15 én szerintem lehet, hogy csak egy fázis lesz. Most nagyon várnak, valamit majd bemutatnak, nem hallottam legújabb információt, nem mondtanak még semmit, de diszkonváltás nem sokára lesz. Lehet, hogy megmondják hogy itt a 14. fázis, és 15 már nem lesz. Ki tudja, ez most egy nyitott dolog, de az idén el lesz adva mind a 15 fázis. A Tong Wenhong volt a Jack a egyik titkárnője, és azt mondta neki a Jack Ma, hogy maradjál nála, 0,2% részvényt te nevedre átírtam, és mikor kimegyünk a tőzsdére, ez 100 a tőzsdére, akkor 100, ez 100 millió dollár lesz az egész. A te részed. És a Kis csaj minden évben egyszer-kétszer megkérdezte, mikor megyünk ki a tőzsdére, és a Jack azt mondta, majd megyünk, majd megyünk, és 2014-ben kimentek, a csajnak a részvénye 260 millió dollár értékű lett, és mi most, most ő az alelnök a Alibaba-ba. Úgyhogy nekünk is ki kell tartani, ahogy egyik barátom beírta a mi SkyWay Facebook csoportunkba, aki 2030-ig kibírja, az általában mindenki dollármilliómos lesz. Na, legyen ez meg. Igaz, hogy mi 11 év van oda, de lehet, hogy nem kell eladni addig mind a részvényeket, és, és nagyon jól fogunk járni. Most látom, hogy már 9 óra elmúlott. Én remélem, hogy adtam új információt is. Jövő héten mi megint utazunk Ljubljana, Pólar, Rijeka, Zágreb négy nap. Hónap végén négy napig Macedóniába leszek. Biztos, hogy egy tíz előadást elkészítenek ott az üzlettársunk. Makedónia nagyon jó elindult, mennek lelkesek, a forgalom rettentő növekszik. Vietnám is csinálja, afrikaiak. Úgyhogy mi is lassan eladjuk ezeket a részvényeket. Én azt javas, a prognozálom. Azt gondolom, hogy az ősszel el lesz adva az összes részvény. Sok sikert kívánok! Még mindig vásároljuk mi is a részvényeket, amennyit tudunk, vegyünk magunknak. Úgyhogy jól fogunk járni az egészen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és további szép estét kívánok mindenkinek. Viszont hallásra!